Üdvözlöm Önöket, a Heti TV Erzsébetvárosi magazinját látják. A veszélyhelyzet az országos szabályokon kívül, mint például a kijárási tilalom időpontja, egy sor különböző saját hatáskörű döntésre kényszeríti az önkormányzatokat. Erzsébetváros intézkedései a következők. Kötelező a maszkviselés az utcákon, tereken. Nem kell a maszkot hordani sportolás közben, valamint a parkokban. Heti rendszerességgel tesztelik a bölcsödei és a szociális területen dolgozókat. Folyamatosan fertőtlenítik és tisztítják a járdákat és a játszótereket. A polgármesteri hivatal átállt az online ügyintézésre. Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az erőműfáz intézményeit sajnos be kellett zárni, de az elmaradt programok november 23-ától online elérhetőek lesznek. A mozgáscentrum, a varázsdoboz játszóház és a Pöttöm és a Picúr klub sem fogad látogatókat. A kerület kutyafuttatóit nyitva hagyják. Vendégem volt Garai Dóra, Erzsébetváros független önkormányzati képviselője, akivel a rendkívüli jogrend bevezetéséről, az azokkal kapcsolatos intézkedésekről, időközi választásról, valamint a rövid távú lakáskiadás munkacsoport eddigi munkájáról beszélgettünk. Köszöntöm a stúdióban Garai Dórát, Erzsébetváros független önkormányzati képviselőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Rendkívüli jogrend lépett életbe országszerte pontosan egy hete. Hogy állunk ezzel a kerületben? Nálunk is érvényes ez a jogrend. Most ismét az a helyzet állt elő, hogy a polgármester majd egy személyben fog döntéseket hozni. Ezt megelőzően lesznek egyeztető megbeszélések, ahol a véleményünket mint képviselők elmondhatjuk, és ezzel együtt ugye az időközi választás is el fog tolódni a rendkívüli jogrend miatt egy későbbi időpontra, május körülre. Ez az időközi választás, ami májusra várható, ezen indítanak el jelöltet önök is? Igen, mi is tervezünk jelöltet indítani. Úgy látjuk, hogy most jött el már az az idő, amikor ugye magát a testületi arányokat nem borítja fel az, hogy most milyen színekben kerül be képviselő. Tehát összességében az összefogásnak így is többsége van ebben a testületben. Uh-huh. Tehát itt jön el az a pillanat, amikor már nem kell attól tartanunk, hogy most akkor melyik pártot segítjük azzal, ha mi elindulunk, vagy melyiket nem segítjük azzal, ha mi elindulunk. Tehát összességében ennek a diskurzusnak, hogy mi most akkor kinek a szekerét toljuk, hogyha egy civil helyi beágyazott jelöltet elindítunk, az a probléma kvázi megoldódott. Uh-huh. Tehát itt van az ideje akkor annak, hogy egy olyan jelölt indulhasson el, aki tényleg helyi, aki itt lakik, aki ismeri a problémákat, aki akar is tenni ellene, és igazából most semmi akadálya nincsen annak, hogy akkor be is álljanak-e mögé a jelölt mögé adott esetben. Előválasztást nem terveznek? Én úgy tudom, hogy nem. Azt látom, hogy vannak olyan hangok, akik szeretnék, hogy legyen. Nem is zárkózunk el ilyesmi elől, de alapvetően én úgy látom, hogy se a rendkívüli jogrend, se az egyéb akarat azért nincsen meg a pártok részéről sem arra, hogy ez az előválasztás megtörténjen. A kerületben úgy döntött a polgármester, hogy mindenhol közterületen is hordani kell a maszkot. Ez mennyire valósul meg ön szerint? Így van, mindenhol, kivéve a sport létesítményeknél, tehát mondjuk a futás közben vagy parkokban, illetve kutyafuttatókban is kell hordani, tehát amikor azok persze nyitva vannak, tehát azt fontos tudni, hogy a kutyát azt le lehet ülni sétáltatni kutyafuttatóba, de ott is hordani kell a maszkot. Én úgy veszem észre, hogy azért betartják hogy a fegyelem, az emberek. Igen, a fegyelem megvan. Ezzel nincsen gond. Rövid távú lakáskiadás munkacsoport, aminek ön is tagja. Most volt egy kis probléma ebből, ugye, mert az egyik tag mondott le, de ez megoldódott, a munkacsoport összeült. Miféle döntést hoztak? Hoztak-e egyáltalán valamiféle döntést? Igen, most jelenleg ott tart a munkacsoport, hogy meghallgatjuk a különféle álláspontokat, meghallgatjuk ugye a szálláskiadókat tömörítő szervezeteket, meghallgattuk a Városért Egyesületet például, és különböző
aspektusai merültek föl itt a lakáskiadással kapcsolatosan a történetnek. Megállapítottuk azt, hogy a lakhatási válság, mint olyan, az nem az Airbnb munkacsoportnak a feladata, ennek a megoldása, tehát azt így próbáltuk egy másik problémaként kezelni. Viszont egy fontos dolog az, ami nem hangzik el sokszor, hogy azért a kormányrendelet alapján ennek a munkacsoportnak összesen 2 jogköre van, vagy hát egy önkormányzatnak 2 jogköre van a munkacsoportnak, az ugye már egy másik kérdés, de a kormányrendelet alapján vagy a kiadható napok számának az ugye 120 naptól eltérő, vagy azzal megegyező korlátozását engedi meg, illetve az azzal kapcsolatos szankcionálást. Tehát, pontosan mi ez a 120 nap, vagy rövidebb idő? Hogy egy évben ennyi napra lehetne kiadni ezeket a rövidtávú lakásokat. És az önkormányzatnak a hatásköre eddig terjedt ki, hogy ezeknek a napoknak a számát határozhatjuk meg, ugye kerületenként eltérően ki, hogy szeretné, illetve a szankcionálási módot. Tehát igazából remélem, és jó is, ha sok előremutató dolgot megbeszélünk ebben a munkacsoportban, de azért a tény az, hogy ez a 2 változó van ebben a történetben, amiről az önkormányzat dönthet, akár milyen jó dolgokat is beszélünk mi meg a munkacsoporton belül. És ezt nem lehet továbbítani valahova? De mindenképpen, tehát én úgy tudom, hogy a munkacsoportnak a vezetője azokat a javaslatokat, amik a rövidtávú szálláskiadóknak akár egy etikai kódexét, akár a javaslatait illeti, ezt továbbítani fogják a különböző szálláskiadó portáloknak. Illetve a következő ülésen pedig fogunk olyan lakosságból is meghívást, meg vendégeket hívni, akik érintettek lehetnek ebben, és az esetleges olyan bukkanókat, vagy olyan problémákat, amiket a mi általunk kitalált tervezet érinthet, akkor ők arra rá tudnak mutatni. Tehát egy kvázi felülbírálat arra, hogy amit kitalálunk, az jó lehet-e. Ön szerint mi lenne az ideális a rövid távú lakáskiadásokkal kapcsolatban? Én azt látom, illetve az Egyesületünk is úgy ítélte meg, hogy a 7. kerület egy speciális probléma, gócpont, és most nagyon, nagyon könnyen és gyorsan jött az, hogy az Airbnb-n kell leverni a port. Tehát van olyan rövidtávú szálláskiadást működtető felelős magánszemély, nem is egy, aki tisztességesen és jól csinálja, amit csinál, és nem zavarja vele a szomszédait, és vannak olyanok, akik viszont nagyon is zavarják a szomszédaikat vele, adott esetben nem is, mint magánkiadók szerepelnek, hanem cégekként, vagy hosteleztetnek, vagy szinteket vásárolnak föl, és ebben különbséget kell tenni mindenképpen. Tehát én túlzásnak érzem azt, hogy egy ilyen kerületi probléma gócpontot csak a rövidtávú szálláskiadókon verjünk el. Ez nem biztos, hogy szerencsés, és semmi nem garantálja azt, hogyha ezeket a napok számát lerövidítjük, akkor az adott napokon, amikor nem lehet kiadni a lakásokat, akkor az át fog vándorolni abba a keresleti halmazba, akik hosszú távú szállást keresnek, vagy lakhatási válsággal küzdenek. Tehát nincs az garantálva, hogy ami itt megszűnik, az majd ott jó helyen jelentkezik. Tehát, hogy nem biztos, hogy megoldást jelent, maximum annyit jelent, hogy korlátozzuk, vagy szűkítjük a rövidtávú lakáskiadóknak a helyzetét. Viszont a piacnak a fehérítésére mindenképpen jó javaslatok érkeznek, úgyhogy az azért előremutató lesz. A kerületben megint van egy kisebb botrány. Ugye előző városvezetés, hűtlen kezelés, feljelentem, nem jelentem fel, oda-vissza. Önöket vagy önt ez nem érinti közvetlenül, ellenben az önkormányzat munkáját nyilván igen, illetve ezáltal az itt lakó életét is. Mi erről a véleménye? Ha jól sejtem, akkor most a Király utcai ingatlanokról van szó. Ez a
Ez egy alapvetően egy olyan nagy politikai kérdés, ami pártok közötti szkanderről szól ebben a kerületben. Amit lehet erről tudni, bár egyébként a különböző felek még a számokban is különbözőt mondanak, tehát nem teljesen egyértelmű. Volt egy szerződés, ami ezeknek az önkormányzati ingatlanoknak az értékesítését érintette. Ez nem valósult meg, ez még a Humboldt korszak alatt indult el. A szerződések végül is semmisek lettek, viszont tavaly 2019 májusában ezek a szerződések meg lettek újítva, illetve újra el lettek fogadva. És ezek a szerződések olyan feltételeket támasztanak, ami nem teljesítés esetén nyilván egy nagyon negatív hatással jár az önkormányzatra. Most, ami itt történt, az megítélésem szerint egy olyan játszma, amit mondjuk az előző vezetés csapdát állít a következő vezetésnek, a jelenlegi vezetés meg benyeli ezt a csapdát. Adott esetben mondhatom azt is, hogy az egyik oldalon rossz indult, másik oldalon viszont a felkészületlenség miatt, hiszen azért volt egy év arra, hogy ezeket a szerződéseket az önkormányzat megismerje, hogy reagáljon rá, hogy visszamondja. Sőt, tovább megyek, az előző testületben ülő képviselők nagy többsége most is képviselő, és annak idején ugye nagy többségük meg is szavazta ezt a eladást. Tehát már csak nekik is tudniuk kellett volna róla, vagy figyelmeztetni akkor a koalíciójuknak a polgármesterét. Tehát azt gondolom, hogy itt mindkét oldalon mulasztás történt, aminek már megint olyanok isszák meg a levét, akiknek nem kéne, hogy pártpolitikához legyen közük, tehát nyilván a hetedik kerületnek a várospolitika kéne, hogy fontos legyen, és nem pedig a pártpolitikai csatározások. Mennyire lesz nehéz az elkövetkezendő egy-két év most, hogy az önkormányzatoknak sokkal kevesebb kell gazdálkodniuk a jövőben is? Igen. Tehát ez egészen biztos, hogy megszorításokat fog hozni, ahogy ezt hallottuk már hírből, azért a bérleti díjakat is, és a parkolási díjakat is emelni fogja az önkormányzat a későbbiekben. Már egyszer ugye történt emelés, és akkor most még igen, a parkolási igen, díjakat. Igen, igen. Uh-huh. Hát most már nem csak azoknak a parkolási díjaknak az emelése fog megtörténni, akik odajönnek és leparkolnak, hanem a lakossági hozzájárulást is meg kell emelni, illetve a különböző kiadott engedélyekhez tartozó befizetéseket is. Tehát, a kulturális szektor mennyire fogja megsínyleni ezt a dolgot anyagilag? Hát most például az erőműfáz, ugye, ami a kerületnek az ilyen kulturális életért nek a szintere, ők például most zárva vannak, és nem is lehet tudni, hogy mikor lesznek újra kinyitva. De ennek anyagi okai vannak, vagy pedig ez a járványhelyzet miatt van, de hát nyilván, hogyha nem lehet működtetni, akkor anyagilag sem éri igen. Megtámogatni. Értem. Karácsonyi díszbe öltözött a Klauzáltéri vásárcsarnok. A karácsony idén sem maradhat el. Bár a járvány miatt szűkösek az anyagi keretek, a piacüzemeltetési Kft. Vezetése és dolgozói tegnap este saját kezűleg díszítették fel a csarnokot. Sok szeretettel várunk minden vásárlót. A díszítés mellett talán az is jó hír az ünnepekre, hogy nyílt egy halas itt a Klauzáltéri csarnoknál, és a Garai téri piacon is több üzlet nyílt. Nyílt egy süteményeket erősítő üzlet, egy halas fog nyílni a napokban, nyílt egy új magos, egy új zöldséges, és az összes őstermelői pultot is kiadtuk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A járványhelyzet miatt az önkormányzati cégeknek is szűkös volt ez az év, ezért ebben az évben a csarnokot, a Klauzáltéri csarnokot, azt a dolgozóinkkal díszítettük föl, a vállalkozók bevonása nélkül, ezt a tegnapi este folyamán végeztük el. Végülis egy jó kis csapatépítő volt, meg talán egy kicsit szebb lett a csarnok így. Stúdiónk vendégei voltak Niedermüller Péter polgármester és dr. Bajkai István országgyűlési képviselő. A DK politikusa, 7. kerület polgármestere, volt európai parlamenti képviselő, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
Hát nagyon érdekes dolgok történnek a 7. kerületben és a kormányzó párt, illetve az önhivatala között. Tartott egy sajtótájékoztatót, ahol megkontrázta dr. Bajka István országgyűlési képviselő volt 7. kerületi alpolgármester szavait. Ugyan az Erzsébetvárosi híradóba, ami szerdán volt, mi részletesen amit tudtunk, betettünk, de most halljuk élőszóval, mi is a probléma egyáltalán. Tényleg elvittek pár száz millió forintot a kerület kasszájáról, úgy tűnik, hogy sikerül visszaszerezni, és ki az oka ennek, hogy ezt a pénzt elvitték, és utána folytatjuk a fejleményekkel, egyéb fejleményekkel. Hogy az, hogy ki az oka, az majd a megfelelő eljárás során tisztázódik. A történet röviden annyi, bár nagyon szövevényes, úgyhogy röviden nehéz összefoglalni, hogy a Király utcában van egy épületegyüttes, amelyiknek van egy hosszú története, 2000-es évek elejéről, tehát nem a 2010 utáni időszakban kezdődött ez a történet, hanem jóval korábban. Tehát nem a Fidesz vezette önkormányzat ideje alatt. Nem akkor keletkezett, korábban keletkezett, de a korábbi önkormányzat, tehát a Batamány Zsolt vezette önkormányzat, előtti önkormányzat, az ezt a bizonyos szerződést, ezt az adásviteli szerződést semmisnek nyilvánította, fölmondta. Batamány Zsolt vezetése alatt a testület úgy döntött, hogy ez nem semmis, ez a szerződés, módosították, hogy Bajkai képviselő úr fogalmaz, módosították ezt a szerződést, és ennek a módosításnak a nyomán belekerült a szerződésbe ez a bizonyos 9,7 milliárd forintos kötbér, illetve az, hogy 2019. július 23 és október 15 között ezt az épület együttest lényegében ki kellett volna ürítenie a testületnek, ez nem történt meg. 2019. október 15-én lejárt a szerződés, és hát semmi nem történt. Mindössze 5 lakót sikerült ebben az időben kitenni. 40-valahány helyet. 40-valahány helyet, igen. Plusz, és ez mondjuk a legproblematikusabb része a dolognak, Bajkai képviselő ugyan azt állítja, hogy az átadás átvételi dokumentumban benne van ez az ügy, de én nyugodtan mondhatom, hogy a képviselő urat nem tájékoztatták. Tehát tulajdonképpen akkor ön benne. Szeretettel meghívja a képviselő urat, ezt én már egyszer mondtam, amennyiben akarja látni ezt. Képviselő bejöhet, megbeszélhetjük, megnézheti, annyi ideig nézi ezt a dokumentumot, amennyire szüksége van. Én azt gondolom, hogy egyszerűen félre tájékoztatták. Másra nem tudok gondolni, hiszen egészen nyilvánvaló. De ha jól értem, amikor ez az ügylet kivitelezésre került, illetve a folytatása, akkor ő már nem volt a kerület alpolgármester, akkor ő már parlamenti képviselő volt. Én ezt nem vitatom. Egyetlen egy pontot kell megemlíteni, nevezetesen azt, hogy van egy testületi határozat, ami Bajkai akkor alpolgármester urat, most képviselő urat, megbízta ezeknek az ügyleteknek a lebonyolítása. Tehát ez még az országgyűlési választások előtt történhetett, mert igen, de még egyszer mondom, én semmiféle olyan fajta spekulációba nem fogok belemenni, ami nem az én feladatom kideríteni. Okay. Én csak leszögezem azt, a amit tényeket. Tudunk, hogy 2019. október 13-a után, amikor mi átvettük az önkormányzatot, semmiféle fajta információt ezzel kapcsolatban nem tettünk. Ezzel ezt a témát be is fejeztük. Milyenek a napjai most a második etapban? Föl van-e készülve? Ha tényleg elvittek a számlájáról pénzt, és nem akarok visszacsatlakozni, akkor még kisebb lehetőségei vannak. Hogy fogja ellátni a feladatát most a járvány második etapjába, ami pénzbe is kerül, hisz újabb vizsgálatokat kell csinálni, új maszkokat venni, mert ugye nevetséges az, ha valaki azt hiszi, hogy egy maszkkal egy hónapig ki lehet lenni. Ezeket a maszkokat, a legegyszerűbbet, a legolcsóbbat is sem 5 óránál többet nem szabad használni. Ha szabad, egy egész picit pontosítom, ez a bizonyos 417 millió forint, amire egy végrehajtó rátette a kezét, ezzel kapcsolatban mi viszonylag gyors jogi sikert értünk el, mert ez felfüggesztésre került, tehát az a pénz nem tűnhet el onnan, és én egészen biztos vagyok abban, hogy ez vissza fog jönni hozzánk, de előbb most egy mellékszál. Hát vagy előbb vagy utóbb, nyilván eltarthat ez pár hónapig, ez nem is kétséges. Ugye a legkövetkező tárgyalás ebben az ügyben január 12-ére van kitűzve. Tehát érted, az csak... miből fogja fedezni a kiadásait, vagy van elegendő pénze most ezekre a kiadásokra? Hát ugye azért van elegendő pénz, mert a prioritásunk ez. Tehát nyilván át kell csoportosítani, máshonnan el kell venni. Tehát van egy sor olyan dolog, amit nem fogunk tudni megcsinálni. Kommunikációs feladatokra például nagyon sok erzsébetvárosihoz a hírek ebben a labban jutnak el. Vagy a Heti TV által az önök részére legyártott erzsébetvárosi magazinba, vagy valamelyik rádióállomással, ahol ha van szerződésük, közlik az önfontos híreiket.
Ugye, azért én azt gondolom, hogy az önkormány viszonylag széles palettát használ. Azért van a honlap, van a Facebook oldal, a social media, ahogy ön mondja, az újság, itt, ahol most ülünk, az ön műsora. Tehát én azt gondolom, hogy viszonylag széles körben. Plusz van még egy nagyon fontos szempont, nevezetesen az, hogy az egyénileg megválasztott képviselők a saját választókörükben ugye teljesen természetesen folyamatosan tartják a kapcsolatot a lakossággal, tájékoztatják őket, fórumokat tartanak, és mi is tartunk online fórumokat viszonylag rendszeresen. Magában az önkormányzatban az ügyfélfogadás tovább megye, vagy minden csak online módon? Mostantól fogva minden csak online módon fog menni. A mai, holnapi napon az egész hivatalt leteszteltetjük A-tól Z-ig, és utána azt gondolom, hogy az eddigieknél is szigorúbb szabályokat fogunk hozni azért, hogy az önkormányzat működni tudjon, nehogy az történjen, hogy a vírus ott esetleg több. Utolsó specifikus kérdésem már, a 7. kerületnek nagyon sok olyan lakója van, aki szüleit vagy elvitték építőtáborokba, a halálmenetre vagy hasonló helyekre, vagy elvesztette a szüleit még kiskorában a második világháború véget. A kormány hozott egy döntést, ezek kapnak, de mégis kapnak valamit, közel 10-valahány ezer forintot, és kapnak negyedévenként 15 ezer forint gyógyszerhozzájárulást. Ezeket a hozzájárulásokat a kerületek intézik, ezek lejártak júniusban. Többen fordultak hozzám, hogy akkor azt mondták, hogy majd, ha föláll a hivatal, ezt a hivatal kell, hogy megújítsa. Azt mondják, hogy de oda se lehet menni, azon kívül nem is tudják, hogy az emberek miről van szó. Egy ilyen kis műanyag kártyájuk van, amivel ezt a bizonyos összegig ingyen kaphatják a gyógyszereket. Ugye én nálam ez az első alkalom, hogy ilyen panaszt hallok öntől. Én nem, senki nem jelentkezett ilyen panasztal, és még csak nem is észleltem, hogy a hivatalban bárki ezzel jelentkezett volna, de teljesen természetesen, hogyha van ilyen, meg fogjuk oldani. Most fogadják szeretettel dr. Bajka Istvánt, akit a nap folyamán még látni fognak, hisz a parlamentből élő közvetítésünk alkalmával ő lesz az egyik vezérszónok. És akkor nézzük, miről is beszélünk ma. 417 millió forintról sikerült beszélnem, először önnel, aztán Niedermüller Péter, 7. kerület DK-s polgármesterével. A labda ide-oda gurul, Niedermüller Péter szeretettel meghívta önt, hogy látogassa meg az irodájába, és megmutatja azt az aktát, az átadás átvételt, ahol szerinte akár órákon keresztül is keresheti, de nem talál erre vonatkozó anyagot. Van-e önnek erre a témára valami válasza, mert a válaszadás lehetősége megilleti önt is? Hát először is a 417 millió forintnak a végrehajtó számlájára való leemelése és a végrehajtó általi elvitel az egy tény. Ez nem egy kérdés, ez egy tény, amelyre ez idáig polgármester úr még azért egy értelmezhető választ nem adott, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Mint egy villámcsapás, azt mondta. Mint egy villámcsapás, ugye ez több problémát felvet. Nem feltételezem polgármester úrról, hogy ő ismeri a végrehajtás jogot, hisz nem jogvégzett, de aki ismeri, legalábbis a kollégáinak... Mégis egy egyetemi tanár. De jogvégzett, tehát nem jogvégzett a legjobb tudomásom szerint, de hogyha értene hozzá, ezt se vitassuk el tőle, akkor viszont föl kell tételeznem azt, és meg kell kérdeznem azt, hogy a végrehajtó küldötte számára a teljesítési felhívást. Ha küldött, mi volt rá a válasz? Ha nem küldött, milyen jogorvoslatot vett igénybe? Szóval, aki, még egyszer mondom, nem akarok visszajönni az a helyzet, hogy mégiscsak 30 évig voltam ügyvéd, de amit a polgármester úr mond, az finoman szólva, jogilag megalapozatlan és valószínűtlen. Ugyanakkor a leglényegesebb kérdés, amiről próbál hivatkozni, hogy ez nem volt átadás átvétel tárgya az a projekt. Ugye nekem erre teljesen más információm van a korábbi polgármester úrtól, vagy Tamán Zsoltól. Másodszorban meglehetősen életszerűtlennek tartom, főszerkesztő, hogy egy polgármester úgy igazgasson egy kerületet, ugye egy évről van szó 2019. októberétől 2020. novemberig, amikor ez kiderült Niedermüller Péter számára, hogy itt valami történik, vagy valami van, hogy ne tudjon a kerület legjelentősebb beruházásáról.
Hát itt az önkormányzat ebben a szerződésben 2,6 milliárd forintos bevételhez jutott volna, 1,5 milliárd forint összegű átvállalt fejlesztések, játszótér 100 darab parkolónak, vagy garázsnak a létrehozata, mély garázsban való elhelyezése, játszótér építése, több 10 000 négyzetméter nagyságú iroda és szálláshely létesítése történt volna. Szóval aki ezt nem tudja, hogy a Király utcában összesen 4 tömb, a legnagyobb beruházás van előkészítve, és folyik, az megmondom őszintén, én még ilyet nem hallottam, hogy egy polgármester erről... Ez a beruházás erről, még folyik? Vagy ez nem folyik, hiszen ennek a jogi előkészítése folyt. De hát az, hogy ez egy folyamatban lévő, úgyhogy erről ne tudjon egy polgármester, aki úgy sétál végig a Király utca, hogy nem tudja, hogy ezzel a tömbben egy fejlesztési terv van, fejlesztési szerződés van, ezt meglehetősen életszerűtlennek tartom. Én szerintem ezt nincs olyan ember, aki ezt elhinni a polgármesternek. Nem is beszélve arról, hogy több olyan előterjesztése volt az elmúlt időszakban, amikor pont erre a tömbre vonatkozott a saját előterjesztését sem ismeri ezek szerint, hogy ezzel kapcsolatban a lakók kérdése kapcsán, a szerződéssel kapcsolatos jogi kérdése kapcsán, ő saját maga előterjesztéseket tett. Ott eleve egy vita van, mert van, aki azt kommunikálja, hogy már csak 4 családot vagy 5 családot kellett volna ki kellett volna, hogy menjenek, mások meg azt állítják, hogy össze-vissza csak ennyien mentek ki. De hát a részletekben ne veszünk el. Én sem vagyok jogász, és nézőim sem jogászok általában. A kérdés az, hogy ez a 417 millió forint, ami lekerült a kerületnek a bankszámlájáról, erre van remény, hogy ez visszakerüljön? Hát először is akkor polgármester úrnak és az általa foglalkoztatott jogi tanácsadóknak meg kell nyerni úgymond azt a pert, amit legjobb tudomásom szerint csak a sajtóból tudom, amelyet a polgármester úr és jogi csapata, Ceglédi Csaba, közismert gyurcsányista politikus által indított pert, ezt is meg kell nyernie. Ugyanis, ezt nem tudom sem megerősíteni, mert nem ismerem. Mi úgy tudjuk, hogy Ceglédi Csaba irányítja a mai napig, annak ellen, hogy a Vas megyei ügyvédi kamara felfüggesztette az ügyvédi tagsággal, úgy tudjuk, az ő ügyvédi irodája változatlan aktív ebben az ügyben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy először is polgármester úrnak meg kell nyerni ezt az ügyet, hogy ez a szerződés semmis. Ugyanis ő nem azt a megoldást választotta, mint polgármester, hogy ez a körülbelül a kerületnek 4 milliárd forintot jelentő előnyt, vagyoni gazdagodást, gyarapodást és a kerület épülését szolgáló szerződést végrehajtsa, mert ez is egy döntés, hanem ő arra a jogi álláspontra helyezkedett, egy évvel azt követően, hogy a polgármesteri hivatalát elfoglalta, hogy ez a szerződés szerinte, vagy a jogi tanácsadói szerint semmis, és nem hajtja végre. De ezt a döntését nem tudjuk pontosan, hogy közölte egyáltalán a szerződő féllel, annak mi volt erre a jogi válasza, egyáltalán milyen, hol tart maga ez az eljárás, de azt tudjuk, hogy ezt a szerződést az új önkormányzat, tehát a Fidesz vezetését követő Niedermüller Péter féle önkormányzat 2019. októberét követően nem hajtotta végre. És igazából erre kellene magyarázatot adni a polgármester úrnak, hogy ezt a szerződést miért nem hajtotta végre, mert tulajdonképpen ez vezetett erre a 417 millió forintos költségre. Szerintem az embereket a kerületbe, a fővárosba, az országba nem az érdekli, hogy hogyan, miért, mere, hanem hogy ez a pénz visszakerül-e a kasszába. Az, hogy utána természetesen a projekt létrejön vagy nem, az is egy nagyon fontos kérdés, de idő szűkében vagyunk, és... Bocsánat, csak egy dolgot el kell mondani. Azért ez nem egy új szerződés volt a szó jogi értelmében, amit a fideszes vezetés, de egyébként teljesen egyhangúsággal tudomásom szerint fogadott el a képviselőtestet 2019 májusában, hanem ez egy korábbi hunvaldi időszakra vonatkozó 2003-as szerződésnek a módosítása. Tehát a projektot még a hunvald vezette önkormányzat fedezte. És nincs rá idő, hogy kitárgyaljuk, hogy mennyire előnytelen volt ez a szerződés. Csak egy példát mondjak, abban a szerződésben nem volt határidő szabva a vállalkozó számára, hogy mennyi idő alatt helyezik ki a lakókat. Tetejében a vállalkozónak adták meg ezt a jogot, amit önmagában egy súlyos helyzetnek tartok, hogy egy vállalkozó tárgyalt a lakókkal, hogy hogyan, milyen feltételek között hagyják el a saját bérleményüket. Ez a hunvaldi örökség, és tulajdonképpen, hogyha ezt a szerződés módosítást megtámadja, és ezt komolyan gondolja a Niedermüller Péter polgármester, akkor tulajdonképpen a szerződés módosítás, ha ezt el tudja érni jogilag, visszatér a 2003-as hunvaldi szerződéshez. És azt tehát mondja, hogy az sem Kánaán. Hát azt, ha valaki ezt a szerződést elemezi, akkor az minimum büntetőjogot feltételez, de súlyos a hátrányos az önkormányzat számára. Tulajdonképpen Niedermüller Péter ehhez a 2003-as szerződéshez akar visszatérni. Sajnos nem vagyunk jogászok, de a témában még keresni fogjuk önt, nekem úgy tűnik.
A tegnapi napon Magyarország megvitózta az uniós büdzsét és a helyreállítási alapot. Mit tud erről nekünk mondani? Azt mondom, hogy miniszterelnök úrnak a nyilatkozata és álláspontja az mindenki számára világos és egyértelmű. Én azt gondolom, hogy egy ország felelősen nem mehet bele úgy egy következő nagy pénzügyi és költségvetési időszakba, hogy egyébként az országunkkal szembeni alapvetően politikai típusú támadások ügyét úgymond nem rakja rendbe. Tehát úgy elfogadni egy tényleg jelentős és tényleg rendkívül az egész Európa jövőjét befolyásoló pénzügyi alapoknak a pénzügyi rendelkezését, költségvetési rendelkezését, hogy egyébként nem tudjuk Magyarország szempontjából, hogy ezekből a forrásokból egyébként Magyarország fog-e kapni, pontosabban Magyarországgal szemben mondva csinált jogállamiságra történő hivatkozással ilyen jogi alapokra való. De jogszerű az egyáltalán egy klubtagot mindenféle okok alapján másodosztálynak tekinteni? Én úgy érzem, hogy én csak olyan klubba szeretnék lenni, ahol egyenjogú vagyok mindenkivel. Így van, mindannyian szeretnénk egyenjogúak lenni, és nem másodrendű országok, másodrendű állampolgárok itt Európában, és ahogy szintén miniszterelnök úr kifejezte, és egyértelművé tette, mi magyarok pontosan meg tudjuk mondani, és mi pontosan tudjuk azt, hogy mit jelent a jogállamiság, és semmivel nem vagyunk rosszabbak jogállamisági kritériumokat tekintve, mondjuk Portugália, Franciaország, Németország, vagy éppen más, vagy éppen Finnország, semmivel nem vagyunk rosszabbak. Az, hogy Magyarországot a vádlottak padjára szeretnék húzni, úgy, ahogy Lengyelországot, és majd meg nem határozott, bizonytalan, majd a jövőben kitalálandó kritériumok alapján szeretnék megítélni, hogy ezekből a forrásokról, amire most kell nem igent mondanunk, abban egyáltalán részesülünk-e, hogy Magyarországgal éppen, vagy Lengyelországgal szemben milyen szankciókat szeretnének politikai alapon tenni, ezt megmondom őszintén, felelős vezető ezen az úton nem megy tovább. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell állapodni minden feltételről. Nyilvánvalóan a vírusjárvány okozta Európa helyzet indokolja azt, hogy ebben az ügyben előrelépés legyen, de azt még egyszer mondom, egy felelős politikai vezető, egy államférfi nem teheti meg, és hál' Istennek miniszterelnök. Az EU ezt megmeri tenni, hogy azért, mert fizikai többségben vannak, tehát számszagilag többen megszavazták, hogy akkor mi rólunk nem vesznek tudomást, vagy most elkezdődik egy alku, hogy mit is akarunk tulajdonképpen? Teljesen egyértelmű számunkra, azt gondolom Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű, hogy jogállamisági kérdésekben, igen, az egy kérdés, hogy a mi szavunkat egyáltalán meg akarják-e hallani, egyáltalán meg akarják-e érteni. Néha az az ember érzése, hogy a Brüsszelben, vagy a többségben, ahol most Európai Uniónak a politikai, egyes politikai közösségéről beszélünk, egyáltalán hallják-e a magyarok hangját. Na de hát az Európai Unió soros elnöke Németország, és Németország tulajdonképpen egy kvázi időnként a barátunknak is tekinthető, akkor ők hogy egyezhetnek ebbe bele a német vezetőség? Azt szeretném hangsúlyozni, hogy Brüsszel is általában az Európai Unió az egy nagyon bonyolult alakzat. És arra is szeretnénk utalni, hogy az Európai Unió létrejöttével és a működésével egyáltalán nem szűnt meg az az állami típusú hozzáállás, hogy az egyes államok szeretnének előnyösebb helyzetbe kerülni a közösségen belül, gazdaságilag, politikailag, hatalmilag, biztonságpolitikailag, stb. Tehát ez a harc, ha ezt a kifejezést használjuk, vagy ez a küzdelem, vagy ez a törekvés, ez nem ért véget azáltal, hogy az Európai Unió létrejött. Sőt, ez változatlanul folyik, mint ahogy folyt a történelem folyamán is, és láthattuk, hogy a nyugat hogyan viselkedett Közép-Kelet-Európa népeivel. Most is tulajdonképpen részben ezt éljük át, hogy bennünket nem tekintenek egyenlő félnek, sőt olyan területnek tekintik, amikről ők úgymond szabadon bíráskodhatnak, miközben lenne bőven a házuk előtt is mit csepergetni. Időnk sajnos lejárt, én mégis fölteszem a kérdést, majd megbüntetem magam, hogy kilógtunk az időből. Ma önt halljuk a parlament egyenes közvetítésében délelőtti órákban, mint vezérszónak. Miről fog beszélni? Az egyenlő bánásmód hatóság be fog olvadni, ez a szervezet az alapvető jogok biztosának a hivatalának a részévé válik. A bizottsági vitában is kifejtettem, hogy az ellenzék többször azzal házalt és próbált rémíreket idézelbe terjeszteni, hogy megszűnik az egyenlő bánásmód hivatal, nem szűnik meg, jogutódlással történik a beolvadása, és változatlanul szerintünk még magasabb szinten az ombudsman hivatal ezeket a funkciókat el fogja látni. Erről fog szólni a mai vezérszónoki hozzászólása. Nem lehetne egy ugyanilyen hivatalt Brüsszelbe is elindítani, egyenlő bánásmód?
Jó ötlet, érdemes megfontolni, mert szerintem az egyenlő bánásmód és az egyenlő mérce alkalmazása Brüsszelben azért hiányzik. Akkor nem kell mondani, hogy a Heti TV tette az ajánlatot, de ezt is föl kéne vetni. Copyright itt van. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában vendégünk volt a Magyar Parlament mai vezérszónoka, a dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője, több bizottságban résztvevő parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és bízom benne, hogy legközelebb, amikor találkozunk, akkor a 7. kerület pénzügyeiről is többet tud majd nekünk mondani. Lehet, hogy pénzeső alá kerül a 7. kerület, és jobb lesz ebbe a kerületbe, mint bárhol. Ebben kétségeim vannak, de lesz úsz überraschen, ahogy a német mondanak. Mi bízunk a jó hírbe. Mai műsorunk véget ért. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!